Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjátékot, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, Kukac Jusu TV néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Ezt még amúgy meg lehetne javítani, nem? OC kérdem. OC mondom, meg lehet. Hallod? Figyelj már. OC mondom. Jó, OC mondom. Na? OC mondom, hogy OC mondom. Amúgy. Jó, most amíg itt vagyok, addig ezt hallgatom. Az OC-t? Vagy a mondomat? Hát az OC-zást igaz, hivatalosan már büntetendő, de hallgatom most. Tényleg? Aha, ja, én csak annyit mondtam, hogy OC mondom, hogy OC mondom. Ja, jó, rendben. Csak szóltam OC, hogy OC mondom majd. Okay, hogy OC rendben. Egyébként. De az OC vagy OOC? Ahogyan az ember szokta mondani. OC mondom, hogy OC. Mi folyik ott előttük? Ne OC-zzál már ott, te MG-s! OC mondom, MG-zik a fiú. Gyerekek, én egy OC mondom, most... elmegyek pisilni, jó? Menj csak nyugodtan. Ha megint? Hát, OC mondom, igen. Jó, spegyó. Ne, most már többet ne, jó? Jó, várjál, akkor OC mondom, hogy befejeztem. Beszörök. És te megérdemelsz mindent is. OC mondom, köszi szépen, Pater. Hát tegyek. És akkor majd jön a következő válogatás. Jusu állandóan OC-n beszél. OC mondom. Na pillanat is övös lacok pipika, aztán jövünk, nyomjuk. Lőhetem a taxist? Igen, megtető lőt. Kilövöm a lámpáját. Kilőttem egy lámpáját. Ezt mire lősz? De azt kaptam, hogy itt azonosítatlan kocsival, nem mondták, hogy zérendőr vagyok. Nem megint a főnök, atya úristen. Nem láttam, de az kurva messze volt. A taxist kilőtték indokolatlanul. Szét lett lőve a kurva motorja a taxisnak, lerobbant, hogy a rákba menjen el. Addig lőtték a taxist, amíg ki nem lőtték a gecibe. Értem, hát én ezt nem a taxist nem előttem. Itt ezt a kocsit lőttem, de ez messzire nem lett. Mert jogtalan állat, állampolgár. Állat? Állatpolgár. Hát uram, tűzparancs volt rá. Kurva életben. Az önök fizetéséből ezt temettettem. Ami nincs. Ide csend van. Éha! Mi a kurva? Ez igen. Köljön! Halló, állj meg, halló! Láthatatlan vagy öcsi. El ne üss beszélt. See you next time, baby. Kíváncsi vagyok. Nagyon előre dőlt, nem jó? Houston, we have a problem. Húzd vissza, visszintesse, meghalom. De hogy halom, nyugi! Meghalom! Basszom! De színek csináltad. Azt hittem, hogy kibírja, de nem bírja ki ez a fos. Hát de mondtam, hogy visszintesse. Hát de visszintesbe volt. Van egy... Várom. Tehát szerettem volna érte. Itt egy dolgot, és hát nem kaptam meg. Milyen dolgot szeretett volna érte? Hát, ez nem büntet meg? Nem. Önvédelemként egy vízipisztolyt. Egy vízipisztolyt? Igen. Célzolját van önvéd? Esetleg. Azt tudja, hogy a fegyver az illegális. Milyen fegyvert meséljen? Bevigyük. Magyar kérem, hogy milyen fegyvert akarsz venni? Na. Haló. Hát én ezt nem tenném meg. Uram, tegye fel a kezét és... Tegye csak oda a kezére az izét, vagy a kezét az autóra. Bocsi, véletlen volt. Tegye a kezét az autóra. Véletlen volt. Rendben. Tegye a kezét. Várjál egy perc. Nem várok egy percet sem. Tegye el a telefon, meg kérdez. Ne ivogass már! Mert itt a rendőrség, és... itt a rendőrség, azt mondja. De ne ivogassál! Halkabban, neki jobb állj. Ez még az Olvent, kérek szépen olyan. Szabad beléptem? Persze, nyugodtan. Üdvözlöm az urakat. Jó napot kívánok. Estét.
erőt, egészséget. Uram, remélem nem zavarná, hogy hátmotozom, ugye? Mert természetesen nem. Minden fegyveremet, minden rádiómat letettem. Jó, akkor megpróbálom az urat átmotozni. Íííí, uram! Találok itt magánál egy M4-et, egy revolvert. Le van téve, le van téve. Hát, nem biztos, hogy ez le van téve, uram. De ez le van téve. Ocsi, le van téve, tehát le van RPZ, vagy le van téve. Ja, jó. Tehát nincs nálam se rádió, meg se fegyver. Jó, uram. Uram. Igen? Van itt nekünk 3 túz. Ja, meg se kérdezem, bocsánat. Hogy van, uram, ma? Köszönöm szépen. Most kellemetlenül érzem magam egy picit, de egyébként igen. Miért érzi magát kell? Hát, mert megzavarták itt a rendet. Júj, hát ezért elnézést kérünk. Hát, igazából jó lenne, hogyha... Nem tudom, fognák oda, kiállnának szépen, letennék a fegyvereket és elengednék a túszokat. Hallod, ez milyen vicces? Hallgass már, milyen vicces az úr! Hát ettől jó, jobban érezném magam. Éhes, szomjas esetleg? Nem, köszönöm. Viszont a túszokat megnézném, hogy minden rendben van-e velük. Megnézni a túszokat? Persze. Szabad? Persze. Tudja, jobb a békesség. Akkor azért a 3 túszért szeretnénk egy-két dolgot hallgatom, kérni. Hallgatja? Persze. Szeretnénk az egyik túszért egy ilyen 25-30 másodperces előnyt szerezni, ami azt akarja, hogy nem lőnek ránk, amikor mi kimegyünk. Ah, uram, nála ugyan a pofátlanságom érde feleségül, ne vegyem? Hát, uram, tudja, heterú vagy. Jó, hogy nem azt mondja, hogy álljunk ide, kitegyük ki a fegyvert, vetközzünk le, aztán ugráljunk kacsába. Én ezt kértem, az is én ezt van. Kértem. Tudja mit? Megkapja azt a 25-30 másodpercet, viszont ki kéne engedni hozzá a túszt. Aha, á, még nem, még beszélgetünk. Szóval igen, az a másik túlszér, a másik kettőért pedig 10-10 milliót szeretnék. Azt nekem még lenne egy belekötésem, a fenti emberek húzzanak már. Hát uram, hát az jól számolom, hát nincs annyi ember ott, hogy ennyi kikötés legyen sajnos, úgyhogy ezt akkor beszéljék meg egymás között. Hát valahol már láttuk. Őha! Őha! Kapjuk csak el easy-be a fiút! Nézze meg az ember! Pillanat, itt állok, uram. Jó napot kívánok, vegye el a maszkját, kérem. Nem tudom, uram, bevetem a maszkomat. Köszönöm, tegye fel a kezét és tegye oda a gépjárműre. Ha megmozdul, akkor lövök, uram. Tudja, hogy miért? Tudja, hogy miért állítottam meg, uram? Jó sajtás. Is. És még? Szerintem egy piros lámpa is belefér. Hát volt az, lehet, hogy 2 is, uram. Valamint hát még van egy dolog. Egy volt, mert lassítottam. Egy volt? Na hát akkor legalább ezt beismerte. És van még egy dolog, amiért megállítottam, uram. Miért állítottam meg, uram? Hát tippeljen. Maszkom miatt, uram? Nem. Na uram, akkor személyigazolvány forgalmit szeretnék kérni első körben. Rendben, uram. Mi ez a nagy sóhajtás? Kicsit siettem volna a társaimhoz, mert megyünk fel a Montreal-ra bulizni, aztán az is siettem. Társaimhoz? Igen. Milyen társaimhoz, uram? Hát a barátaimhoz, uram. Vannak barátai? Hát hogy ne lennének. Az egy jó hír. Na kapkodjuk elő azt a személyigazolványt, uram. Hogy hívják? Lukács Unor. Amikor született? 99-03-23. Aha, jó, az rendben van. Egy forgalmit és egy jogosítványt szeretnék még kérni. Rendben, adom azt is. Büntes meg rossz helyen parkolja, ja tényleg az meg a másik fele. Aha, jó, látom a jogosítványt, köszönöm. Forgalmi engedélyt szeretném. Többi adatom még nincsen, mert nem volt szerelő az előbb a városból. Ajjaj, hát az nem jó hír, uram. És egyedül a Nostrába járunk, nyugodtan megkérdezheti, hogy csináltattam a tegnap az autót, csak sokan voltak, aztán forgalmire nem volt idő. Hát de uram, azt tudja, hogy forgalmi nélkül nem mászkálhat a járműve. Az egyik garázs, amíg akartam elvenni csak. Ilyen gyorsan? Most mondta uram, hogy a barátjához ment.
Hát akkor jó, még... de garázsba leszeréltem volna az autót, mert nem mehetek fel a veletterep. Hát de most mondta, hát hogy tegnap csináltatta az autót. De mondom, hogy rengetegen voltak a szervizben, azt is megkérdezheti, és nem volt rá idő, mert egyszer elő volt a városba, uram. Egyszer elő volt a városba? Igen. Hát és az egyszer elő az nem volt elég rá, hogy megcsinálja erre a forgalmit, uram. De ha sokan vannak, akkor biztos, hogy egyszer a tuningokat csinálják, uram, és nem az én dolgomat. Aha. Hát jó, az mellett eltekintek, nem, viszont hát az autót most nem mehet el vele, azt ugye remélem. Az autót hát egy publik garázsig elvihetem? Nem. Hát az autót hát most itt uram, jöjjön utánam és lerakom, uram, olyat veszek ki, amelyiknek van minden papírja, csak ne hagyjuk itt, mert nemrég, tényleg nemrég csináltatom, és nem szeretném itt az út szélén hagyni. Hát nem hagyjuk, itt lefoglalom. Hát az nekem rengeteg pénzembe kerül, hogy most újra kivegyem, és akkor megint forgalmi nélkül, hogy fogok eljutni a szerelőig, akkor vigyük el most. Aha. Jön utána. Hát uram, nekem erre nincs időm, hogy itt izé pupulygassam magát. Hát csak akkor kövessen el odaig, aztán tényleg bemegyek és megcsinálhatom. Uh-huh. Hát jó van uram, viszont a piros lámpáért még így is úgy is meg kell büntessem. Hát jó, az persze, az természetes, meg büntessem meg akármiért. Uram. Akármiért? Hát most hát akkor egy kis, mondja? Egy kis, nem tudom én. Seggbe beleférünk amúgy uram inkább, mert most tényleg szeretnénk menni bulizni. Na jó, rendben. Tudja mit, uram? Adjon zsebbe egy százast. 100 000? Igen. Na várjon. Megcsinálj, figyelj! Összehozzuk mi ezt a zseppénzt! Azt nem láttam semmit, jó? Nem lesz az így jó. Ott maszkos. Tetőn, itt a ház tetőn! Várjál már, rám! Ne bántson, ne bántson, ne bántson, ne bántson, ne bántson, ne bántson, ne bántson! De miért lősz, te atya úristen embere? Te jó isten! De miért vagy fogyatékos? Jézus úristen! Hát fölteszem a kezem, tesó! Hát szoktam én üttétek. Mi történt, Jus? Ja. Múlt szerencsétnek úgy akkor újra voltak el, hogy a nagy fegyvereket meg mind leraktam. Egyedül egy új bot volt nálam. Drága lesz ez az út. Megveszem az első maszkot, az jó volt. Júj! Kert, meghaltam. Micsoda? Nekem nem is ütköztünk. Ne jó is. De hát ez nem a telefonban, fater! Istenem. Szerintem rá kéne verni neked napot, jó napot. Az igen. Az igen. Az én kocsim volt, öcsém. Mert uram. Hallod? Ki ez a két végeri? Fú, de lepuffantalak most, öcsém, és gyere ide. Te vitted el a kocsimat? Jaja. Kipróbáltam vele, halljak meg, kipróbáltam. Kipróbáltad? Szerintem ez egy fejlővéssel jár. Hát tudod, nem hogy mi lesz ott vágott, hogy most pont jó helyen vagy, mindjárt beteszlek oda az izébe. Kicsit dolgozzál. Így próbáltad ki? Hát így próbáltam ki, csak féletlen elején egy ősz, tudod, ezt megértem. Aha, hát mindjárt egy golyó fog a fejedbe menni elő. Nem már. De már. Szép jó napot a kollégáknak, itt a túlsztárgyaló beszél. Halljuk, túlsztárgyaló. Na az a helyzet, hogy szeretnének, hogyha kimennek, akkor jobbra egy szabad utat, illetve szeretnének 10 milliót egy másik túszért. Nem tudom, hogy van-e itt valami feljebb való, aki azt a 10 milliót tudja biztosítani. Rendben, 10 millió megbeszélve, és akkor szabad út jobbra. De szabad út legyen balra. Aha, rendben, értem. Uram, az a helyzet, hogy itt azt mondják, hogy csak 8 milliót tudnak adni most. Hú, azt nagyon sajnálom, már két tizedszer. Hát de az a baj, hogy most csak 8 milliót tudnak adni. Megkérdezhetem az okát? Hát azért, mert nincs itt annyi pénz sajnos. 8 milliót tudunk adni, uram. Hát akkor fáradjanak el nyugodtan a frakciókat számhoz, aztán mi elfogadjuk. Hát tudja, milyen probléma az, valakinek ki is kell vennie. Ja, és nincs fent olyan ember, aki ezt ki tudja. Hát az a probléma, hogy az elég nehézkes, igen. Ja, értem. Akkor 9 millióban megegyezhetünk. Hát nem? Akkor 8, igen, uram. Jó, akkor 8 és fél. Rendben, 8 és felett azt még be tudnak áldozni, úgy gondolom. Helyes. Akkor 8 és fél millió. 8 és fél milliót kérnek az urak. Az megoldható, uram? 8 és fele? Igen. A 10 is. Ha értem, akkor 8 és fél, uram. Rendben. Oké. Okay. Mhm. Jó. A 8 és fél az neccesen, de megoldható. Neccesen a 8 és fél. Hát igen, sajnos. Maguk nagyon le vannak égve akkor, ha jól hát uram, ez a helyzet.
nem, ne le vagyunk kiégve, hát sajnos ez, ez a megvalósítás most jelen pillanatban. Őha. Mi ez a sok fegyver? Ez igen. Nézzen csak bele, kapitány. Nézzen csak bele. Az ilyen sok fegyver. Nézzen csak bele, kapitány. Vegye le a szemüveget, uram, mert ott, ott nincsenek fegyverek. Tényleg? Tényleg. Hát akkor én mit látok ott benne az autóban? Én nem tudom. Hát azért revolver. Micsoda? Hát azért revolvert látok az autóban, uram. Tényleg? Hát tényleg, az hogy kerül oda akkor? Hát az valószínű, hogy akkor valaki belerakta. Ja, valaki belerakta, aha. Aha. Nem tudom. Hát ez a fegyver. Itt van rajta, meg szóval látja a gombot. Hát? Látja ott azt a gombot a mellkasomon? Az egy kamera, uram. Tehát, milyen gomb? Tényleg? Felvet. Nézze az enyémét! Nézze az én arcomat! Látja ott azt az arcot? Az úgy néz ki, mint egy bohócé? Nem, csak én felvettem, ahogy belerakta azt a revolvert oda a hátulra. És most? Tehát akkor most... Most úgy nézze ki, mint egy bohóc maga szerint? Most igen. Hoppá. Lebohócozott? Most komolyan még szintje is ez látom. Lebohócozzál. Na uram, fegyver, hát ez fegyvertantás. Átmegy a piroson is. És nem szégyelli magát? Mert mikor kezdi el szégyelni magát? Mikor fordul magába? Tölt bele a bicskájába.